Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel? Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem? És hogy az Atyához megyek. Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják. Így szólt át hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony, mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságotok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, ez a mai evangéliumi rész Jézusnak az elköszönésének egy lépése, igazán passzol a mostani időszakhoz. Még egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és láttok engem. 2,5-3 hónapja nagyon sokan ezt kellett, hogy mondjuk egymásnak, hogy határozatlan ideig, amíg a rendelkezések tartanak, addig nem látjuk egymást sokakkal. Az iskolában a diáktársak nem látják egymást, vagy a távolabbi rokonok, nem a családtagok, de a rokonság többi része nem látja egymást fizikailag. Természetesen elég könnyű ezt most áthidalni digitális eszközökkel, azonban mégsem pótolja a találkozásnak a jelentőségét egy online beszélgetés. Aztán azok a fiatal párok, akik járnak egymással, bizonyára nehezen élték meg az elmúlt időszakot. És a kedves idősek is, akik otthonukban kellett töltsék ezeket a hónapokat, nem tudtak találkozni a rokonsággal, vagy jóval kevésbé, nem láthatták a szeretett unokákat, vagy sajnos valamiért már megözvegyültek. Őnekik ez az élmény, hogy még egy kis idő, és nem láttok engem, és majd még ismét egy kis idő, és láttok engem, ez az élmény gyakorlatilag összefonódik az elmúlt időszakkal. Ki az, aki fontos számomra? Honnan tudom azt, hogy ki fontos számomra? Amikor valakinek a hiánya nagyon fáj, akkor látom meg, hogy valaki nagyon fontos számomra. És itt föltetjük azt a kérdést, hogy az elmúlt időszakban kinek a hiánya fájt nagyon? Kik hiányoztak? Hiszen sokszor, amikor élvezhetjük valakinek a társaságát, akkor nem is gondolunk bele, és nem érezzük annyira át, hogy milyen jó, hogy együtt lehetünk. És amikor el kell válnunk egymástól, akkor jön a fájdalom. És egy másik kérdés, ami ehhez kapcsolódik, hogy mivel töltöm be azt a hiányt, amit a szeretett személy távolsága okoz nekem? Rendes módon töltöm be, vagy esetleg elhalványul maga a kapcsolat, és akkor szerzek helyette más barátokat, vagy ismerősöket, akikkel ápolom, és mondjuk ezt az űrt magamban kitöltöm? Vagy pedig meghagyom üresen azt a helyet? Meghagyom üresen az én szívemen belül azt a széket, mert foglalás van? Amikor van egy rendezvény például, és hát együtt megyünk be,
de valamiért a társunk például el kell menni a mellékhelyiségbe, akkor megkér minket, hogy légy szíves, foglald le nekem a helyet. És egy kicsit nehéz, kellemetlen tapasztalat az, amikor jönnek már tizen, és ott az üres hely, azt kell mondanom, hogy hát ez most, ez a hely még foglalt. Nem tudsz ide ülni. Én tudom, hogy majd jön a másik, akinek foglaltam, de még nincs ott. Mennyivel könnyebb lenne, hogyha egy hatalmas ember ott ülne mellettem, senki nem kérdezné meg, hogy szabad-e leülni, szabad-e ez a hely. Márpedig Jézus elköszönt tőlünk, és azt mondja, hogy egy ideig nem láttok engem, foglaljátok nekem a helyet, foglald nekem a helyet, tartsd fenn nekem a helyet az életedben. A virasztásról szóló példabeszéd is eszünkbe jutott. Elmegy a főnök külföldre, és a szolgáira bízza a gazdaságát, és nem tudják, hogy mikor jön meg, hogyan viselkednek. Megpróbálom Istennek a hiányát úgymond betölteni mással. Azért a Bibliában, hogyha belegondolunk, amikor az ember nem látja Istent, akkor úgy éli meg, hogy elrejtette tőlünk az arcát. És hogyha arról van szó, hogy elrejt Isten az arcát, az egy nagyon kemény kijelentés. Akkor az ember valószínű nagyon nagy kríziseken megy keresztül. Betegség, kapcsolati krízis, vagy egyszerűen a hitnek a sötétsége. Ne rejtsd el előlem arcodat, kéri a Zsoltáros. És mi is kérjük Istentől, hogy ne rejtse el előlünk az arcát, engedje, hogy megtapasztaljuk őt. És ott vagyunk, hogy a szék látszólag üres, lefoglaltuk, és mikor jön már? Ugye szoktuk várni egy ünnepélyen. Jaj, de jó, hogyha már jönne, akkor nem kéne mindig magyarázkodni, hogy most akkor foglalt ez a hely. Valahogy így vagyunk Jézussal. Jézus pedig próbára tesz bennünket. Egyáltalán fölmerül a kérdés ismét, hogy mennyire fáj Isten hiánya, mennyire fájt az elmúlt időszakban. Természetesen úgy gondolom, hogy pont a kedves testvérek, akik ezeket az online miséket nézik, hát önöknek és nektek fájt leginkább. És azok, akiknek esetleg még nagyobb szükségük lett volna, talán őnekik kevésbé fájt mindez. Sőt, most az a lassú újraindulással az is fölmerül, hogy nem szoktunk-e el, nem találtunk-e más eledelt, nem ültettünk-e be valakit vagy valamit Istennek a helyére. Márpedig Istennek a helyére a szívünkben nem tudunk mást ültetni. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Amen.